Térbaltavári részt érinti, ott főleg fehész fajták vannak, és Zalai borvidék az hagyományosan fehér fajta. Vannak érdekes, hogy a filoxér előtt állítva vörös fajták voltak, Kőszegen meg pont fordítva volt, mert itt meg fehér fajták voltak, ugye furmint, meg egyéb más szőlőfajták, és ez a filoxéra után megváltozott. Zala egy ilyen csemegés terület lett, az interspecifikus fajták jöttek, de hál' Istennek felé ível, ugyanúgy, mint ahogy az utóbbi 15 éve a magyar borászat szerintem talán lábra kapott, igen. Csak a területek csökkentek le sajnos, aminek 10 év múlva vagy 5 év múlva lesznek komoly hátrányai, mert az akkori átkos rendszerben, ahol 240-260 ezer hektár szőlő Magyarországon most körülbelül, jól összeszámoljuk, akkor talán ott. De talán ez a területünk csökkenésének is adott. Nem, az hát nem, mert a 70-es években volt, 240-260 ezer hektár. Tehát, hogy most a Kárpát-medencét nem fogom bele, tehát Erdélyt meg a többit. Mert ez egy külön napot, vagy külön estét lehetne arra szánni. És most mennyi van összesen? 60? Hát, ez jó, 60 ezer hektár. Tehát, ugye én azt szoktam mondani, hogy ennek köszönhető a nevelés, oktatás, meg egy csomó mindennek, mert az a gond, hogy a mai fiatalok egy jó része az, ami nem laptoppal működik, azt nem akarják csinálni. Ez vonatkozik a... Nem freudi elszólásról. De bizok bent, hogy azért lesz már egy következő generáció, vagy a kényszer állapotban, ez a két lehetőség lesz. Igen.